videófelvétel készít, kerül a Sony CDP-XL320-as CD lejátszóról, már felső kategóriás CD lejátszóról van szó, full távirányítás jellemzi, a távirányítójáról illusztrál, amiket tud, lemezkiadás, lemezbevitel, van számok közötti léptetés, illusztrálom, lehet látni a számok közötti léptetést, illetve lemez lejátszás közben belekeverés, szóval bele tudunk pörgetni, belekeresés. Következő szám. Kicsit lehalkítom. Mint látod, a távirányítóról lehet halkítani, hangosítani a zenét. Nem kell hozzá az erősítő, hogy az erősítőről halkítsuk, hogy hangosítsuk. Rendkívül stabil középmechanikás CD lejátszóról van szó, mint mondtam már, felső kategóriás, de rá is van írva a tudása a készüléknek alapjába véve. A hátulján található digitális optikai csatlakozási pont, valamint RCA analóg csatlakozási pont. A faderrel, hogyha megnyomjuk a távirányítón a fadert, akkor lekeveri a számot, és lerakja pauzéba. Ez meg is történt. Ha még egyszer megnyomjuk a fadert a távirányítón, akkor ugyanígy fölkeveri. De csak arra a hangerőre, ami hagyja utoljára. Kicsit fölhangosítom. Csodaszép hangja van. Megkímélt állapotú CD lejátszó. A teteje is nagyon jó állapotban van, nincs leharcolva a készülék. És gyári távirányítóval adom. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted a róla készült videófelvételt. Sok szép órát zenehallgatást kívánok ehhez a remek készülékhez, és kérlek, tekintj meg róla kicsit nagy felbontású képeimet is, melyen a hátulját is illusztrálom. További szép napot!